Nos hát üdvözlök mindenkit hatalmas szeretettel, sziasztok, én Magfé vagyok. Ebben a videóban pedig a VR boxot fogjuk tesztelni GTA 5 alatt. Nos, sikerült nagyjából működésre bírnom a dolgot, úgyhogy kicsit középpontba helyezzük az egeret, és akkor nagyjából itt most középen van, így, és akkor sikerült beállítani a gyroszkópot is hozzá, úgyhogy nézzük. Itt vagyok bent a lakásomban, itt a Franklin házában. Kicsit beállítom a lencséket, hogy jó, már ez is szar, várjál. Kicsit úgy középet próbál meg, na ez úgy nagyjából jó. Na jó, nézzük akkor. Azt tudom, a kezembe az meg itt volt előtte, jó, kemény volt. Na, hát gyerekek, menjünk akkor ki. Ez az autó, te. De jó, néz ki a kereke, bazd meg. A játék, megmondom nektek, 1024x768-ba fut, és 4:3-as képarányba, természetesen ablakba, mivel hogy máshogy nem igazán fog tudni elérni, hogy fusson. Ugye beszállunk ebbe. Így vagyok, és akkor az egeret előjárnak. Na menjünk a várunk. Hello! Nem. Balra fordulok. Jobbra fordulok, és minden tökéletesen látom. Nagyon jó. Csak ugye, mivel ez is egy olyan játék, ahol a billentyűzetet is használnod kell ahhoz, hogy tudjál benne mozogni. Bocsánat. VR box-szal vagyok, bocsánat. Ugye kiszállunk, és akkor megyünk gyalog egy kicsit. Tehát tökéletesen működik, amint látjátok. Felfele nézek, balra nézek, jobbra nézek, ameddig tudom, lefelé, hát így eddig tudom befele nézni, mert ha leesik a fejemre ez a szar, és ja, tökéletesen működik, ahogy kell neki, természetesen. Hát ugye 1024x768-ba játszom a játékot, 4:3-as képarányba, és ez a 4:3-as képarány, ez ketté van osztva ugye, tehát két, mivel 3D-s, így két, tehát a szemüvegnek az egyik lencsében, a másik lencsében is ugyanazt a képet vetíti ki, és akkor így áll össze a 3D-s kép. Jelen megyünk itt. Szétnézek. Érdekes egyébként, csak nagyon pixeles. Nekem legalábbis marhára pixelesnek tűnik a dolog. Hát sajnos az 1024x768-as felbontást ezt meglátod. Ez tény és való. Nem tudom, most a játékot biztos kiírja nektek, hogy hány FPS-sel futott nekem fent. Hát most több. Várjál, mennyit ír ki? 71-68, igen, csak most úgy felnéztem, ott a jobbra fel. Wow. Hát csak ide ezt az autót. Hát ide bazd meg. Viszedlek a kocsiból, ülj be! Nem mondom, ülj már be! Mi van? Overheads, na gyere! Na mi van? Lebaszom rólad a szemüvegedet? Kínai geci! Ne a faszodat mutogasd itt! Ne már hallod? Lekerültem a földre, hát ki ez? Szaladjunk! Ki ez? Mi van? Mi van? Megfejellek, hülye gyerek! Mi van? Hú, rugdosd meg, hú! Szerintem ez meghal. Egy jó, jönnek a hú. Várjál, felviszem a kamerát. Bazd meg, elhessük. Mint a hülye idióta, bazd meg, baszkodik. Lőnek rám? Meghaltam. Hát szor is rácok.
Hirtelen jó meghaltam. Nem is néztem, hogy ki követ meg, ki nem, tehát így. Na mindegy, újra életünk, és akkor folytatjuk a dolgot. Ne nézzük. Hú, nappal így már jobb azért. Hát nem rossz, mit ne mondja. Hú, ez az autó, te. Nagyon átadja így az érzést. Ennél előreállítom a kamerát, mert így akarok menni most végig. Hú, gyerekek, nagyon átadja az érzést, mit nem mondja. Tehát azért elég flash. Jaj, nagyon is. Közben a billentyűzettel megyek jobbra-balra. Csak megint nem jó, tehát a kamerát ezt ugye állítani kell közben végig. Az egérrel rá kell segítenem, mert így nem látok normálisan. Jól működik minden, tehát látjátok, fel, le, balra, jobbra, tökéletesen fixen működik a dolog. Benne van a kép az arcomban, bassza is egy kicsit a szememet, már érzem, hogy frusztrálja egy kicsit a kép. Ugye 3 centivel az arcom előtt van. Hú, azt a motort, hát csak ide. Hogy próbáljuk ki. Össz. Júj. Jó. Valaki jött között körül. Várjál, előtt megpróbálom a képet így. Hogy... Ó, geci, felrakta a sisakot. Nézzük. Jaj, beállásítottam az időt, kérdem. Másokat akartam az idét. Hú, de kemény. Nagyon 3D. Hoppá, túlságosan is. Az még a baj, gyerekek, hogy... Én annyira hozzá vagyok szokva a 21.9-es képarányhoz, meg ez a széles vászonhoz, hogy ez a 4-3-as, ez már így bassza a fejemet. Ettől függetlenül nagyon feelinges. Csak nem autóba, meg nem motoron. Mindjárt összehányom magam kb. Na jó. Még egy kört. Levettem a sisakot, az nem kell már. Hát összességében gyerekek, elég faszán. Mit nem mondjak. De mondjuk nem játszanék így órákon keresztül, mert tudja, hogy meghűlne az agyam. A leszemem is, meg mindenem. Nem bírnám úgy, tehát... Nem. Na jó, mindegy. Mindjárt elmondom a véleményem erről. Szerintem tart a trial verzióm, amíg 10 percem. Vagyis hát 10 percem volt, de... Az annyira biztos nincs meg. Összességében itt is tökéletesen működik a VR box, tehát magyarul azt látom, amit kell. Nem kellett külön semmi beállítani a játékba, tehát nekem is a húzalamkor mindent jól nézik ki. Tehát nem kellett külön semmit beállítani a játékba, semmi 3D funkciót bekapcsolni. Felraktam a VR boxot, és itt a játék is működik tökéletesen, csak ugye annyit kell, hogy ablakba kell futtatni. Mi van? Kell valami? Ettől függetlenül teljesen jó működik a dolog, úgyhogy tetszetős leányzó. Hello! Mi van? Negatív. Teljesen jó gyerek az egyébként. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon átadja az érzést. Csak hát annyira illúzió romboló, hogy itt vagy tényleg egy virtuális valóságért, egy 3D-be full, tök jól ki van, kiveszed minden. Úgy forog a dolog, ahogy kell. Csak ugye az még nagyon illúzió romboló, hogy most jártál a trial verzión, úgyhogy akkor leveszem, és elmondom a véleményemet még, ami megmaradt, hogy kurvára illúzió romboló az, hogy bele kell nyúlnod, hol egérrel, hol pedig ugye billentyűzettel, ugye szintén ebből fakadóan, hogy nem minden, tehát nem 360-ban nem tudsz teljesen körbefordulni, csak ugye 180-ba kb. Már hát nekem ugye addig engedi a kábel, mint az előző videóban is az volt a probléma, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy átadja az érzést, nagyon jó, csak vannak ezek a negatív hatásai,
Hát még igen, az még a negatív hatása, hogy túl sokáig ne csináld, mert vagy össze fogod hányni magadat, vagy beszélülsz, vagy valami, tehát azért aránylag az FPS itt megint jó volt, szerintem olyan 60 körül volt az FPS-em, de mindjárt megnézem, kiírja a telefon. Nézzük csak. Ugye 55 FPS megint, hát ez teljesen jó, az pont elég. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ettől függetlenül nagyon feelinges volt így a GTA. De tehát szerintem egy ilyen fél óránál többet nem bírnék vele játszani. Mert amúgy már idegesítene. De tényleg érdemes szerintem kipróbálni, hogyha gondoljátok, akkor próbáljátok mindenképpen. Nekem tetszett, tehát nekem bejött, úgyhogy... Úgyhogy ja, ennyi igazság szerint. Más nem tudok rá elmondani. Hát ne azt képzeld el, mint egy 3D-s moziba, hogy hú, bejönnek az arcodba a tárgyak, mint mit tudom én, de ettől függetlenül érzed a tárgyak közelségét. Tehát sokkal jobban érzed. Kijönnek a domborulatok, kijönnek a szögek, sokkal jobban lehet belátni a dolgokat. Tehát így a... De ennyi igazság szerint, hát nem tudom. Ha van valami kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel, aztán megpróbáltál válaszolni. Kövi vidibe meg egy szimulátort fogunk tesztelni, egy autószimulátort, valószínűleg vagy a Project Cars, vagy az Assetto Corsa, vagy egy olyan játékot, ami támogatja ugye a VR alkalmazásokat, és hát a VR, magát a VR-t ugye támogatja, majd keresek egy olyan szimulátort, és aztán megnézzük azt. Úgyhogy eddig ennyi. Egyéb óhajsóhaj van, azt hozzászólásban nyugodtan megtehetitek. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, én Magfei voltam, sziasztok!